Külpolitikával folytatjuk a startot, mégpedig a törökországi helyhatósági választásokkal, de higgyék el, hogy nagyon érdekes vonatkozásai vannak velünk, magyarokkal kapcsolatban is. Egeresi Zoltán Törökország szakértő a vendégünk, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. A hír az, hogy tulajdonképpen az ellenzék nyert ezt a választást, hogyha a nagyvárosokat nézzük, 81 nagyvárosból az ellenzék egyik nagypártja 35-öt hozott el, még Erdogan elnök pártja először a pályafutása során csak a második lett ebben a versenyben, 24 várost hozott el. Miből lett elegük a törököknek? A jelenlegi eredménynek több oka van, hogy ennyire sikertelennek mondható a kormánypárt szereplése. Talán az egyik legfontosabb az, hogy azért az elmúlt években az ország gazdasági teljesítménye finoman szóval is gyenge volt. Hogyha abból a szempontból elemezzük, hogy rettenetesen magas az infláció, legalábbis az európai viszonyokhoz képest. Jelenleg, tehát a februári adatok szerint a török infláció még mindig éves szinten 67%. És voltak szakaszok, amikor a 80%-ot is elérte. Így van, tehát szűk két évvel ezelőtt, amihez képest azt mondhatnánk, hogy ez már egy előrelépés, de ez még mindig rendkívül magas, és évvégére is jobb esetben is csak 40%-ot várnak az elemzők. Úgyhogy Törökországban azért, vagy Törökországnak a környezetében gyakorlatilag bármikor bármi megtörténhet, az elmúlt évek is ezt mutatják, háborúk robbanhatnak ki, válságok lehetnek, földrengés történhet. Nagyon sok minden befolyásolja, és az emberek gyakorlatilag napi szinten érzik azt, hogy jelentős mértékben gyengül a pénzük, veszíti az értékét, és ez nem egy-két hónapja vagy egy éve tartó időszak, ez jó pár éve húzódó, újabb és újabb mély pontokat elérő folyamat, ami miatt hiába egy jelentős gazdasági növekedés látható az országban, tehát egy olyan 4,5-5%-kal nőből a GDP, rengeteg beruházás van, de a hétköznapokban az emberek azt érzik, hogy ebből ők nem sokat profitálnak, ellenben egyre drágább a kenyér. Tehát alapvetően van egy apátia, főleg amit láthatunk az eredmények tekintetében kormánypárti részről. Nagyon sok kormánypárti szavazó otthon maradt, vagy éppen átszavazott. És ezzel szemben pedig egy másik nagyon fontos jelentős, vagy jellemvonás jelenlegi választásnak, hogy a kormánypárt nem tudott a nagyobb városokban igazán erős jelöltet állítani. Itt főleg mondjuk Isztambulra, ami eleve ellenzéki kézben volt, vagy Ankarára kell gondolni. Gyakorlatilag technokrata jó megbízható kádereket indított Recep Tayyip Erdoğan államfő. Nyilván mindenki tudta, hogy itt az igazi harca mondjuk az isztambuli főpolgármester és az államfő között van, de ebben a helyzetben az isztambuliak és a kormánypárti szavazók egy része is úgy döntött, hogy inkább a jól kipróbált, már bizonyított isztambul esetében ugye Ekrem İmamoğlu-ra adja a voksát, és nem pedig a kormánypárti jelöltre. Majd fogunk a kedves nézőknek mutatni egy videót, ami egy balesetről szól, az egyik ellenzéki jelölt meghalt az ünneplés során, mert leszakadt alatta az erkély, de még itt a választásra visszatérve, és ez a videó a nyugalom megzavarására alkalmas lehet, szóval itt azt írják a hírekben, hogy a részvétel ezen a választáson a korábbinál alacsonyabb volt, mindössze 80%, ez engem teljesen megdöbbentett, hiszen Magyarországon egy helyhatósági választáson, ha 50-55%-os a részvétel, az már ünnepnap. Ennyire tudatos a török társadalom? Nagyon átpolitizált, és azt mondhatnánk, hogy még a magyarországinál is átpolitizáltabb. És egyébként az, hogy most alacsonyabb volt ez a 80% körül részvétel, ez ahhoz képest alacsonyabb, hogy a országos választáson mondjuk 85-87% körül szokott alakulni. Tehát még ez alapvetően még mindig magasnak mondható, és gyakorlatilag akármilyen pártállású törökkel az ember elkezd beszélni, nagyon gyorsan elkezdenek politizálni. Ez is egy fontos jellemzője ennek az országnak, hogy relatíve fegyelmezettek az emberek, érdekli őket a politika, és azt is látni kell egyébként, hogy minden oldal úszonyatos erőkkel mozgósít folyamatosan választásokra. Gyakorlatilag Törökország egy kampányüzemmódban van, és mondjuk az elmúlt években azért jó pár választás is volt, de sikerül folyamatosan az emberek érdeklődését a politika felé megtartani, és ennek is köszönhető, hogy ilyen relatíve magas a választási részvétel. Említette, hogy az önkormányzati rendszerük egy kicsit más, mint a magyar, tehát hogy ott, hogy egy várost ural egy adott párt, akkor képes beruházni, építkezni, nem csak politikai értelemben. Ez miből fakad? Tehát több helyi adó marad az adott városoknál? Igen, az adott ugye nagyvárosok esetében relatíve nagy bevételek fölött exponálhatnak, és sok helyi adó is ott marad a kezükben. Ugye ennek köszönhető például, hogy mondjuk Isztambul vagy Ankara, de más példákat is lehet hozni, a főpolgármesterek képesek voltak különböző nem csak infrastruktúrális projektekre, hanem gyakorlatilag ilyen szociális programokat is indítani, tehát teljosztás gyerekeknek,
ételosztás szegényeknek, de itt nagy számokról kell beszélni. Kollégiumokat adtak át, vagy építettek. Közben a videót is mutatjuk, amikor leszakad az erkély, de mi folytathatjuk a beszélgetést, mert nagyon ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy lehet-e bármilyen elemzést adni. Ez egy... Hát ugye itt azt, ez egy nagyon szerencsétlen baleset, amit itt láthatunk. A győztes ellenzéki pártnak az egyik alelnöke veszítette életét, és hát jó páran megsebesültek ebben a balesetben. Hát ugye azt lehet látni, hogy nagyon sokan vannak azon az erkélyen, és hát Törökországban, de talán ezzel nincs egyedül, néha azért előfordul, hogy nem ilyen sok emberre tervezik az erkélyt, és megadta magát. Még két témát szeretnék érinteni, hogy az mekkora törésvonal Törökországban. Én úgy hallottam, hogy Erdoganék próbálják a vallásosságot növelni, erőltetni, meg nyilván van egy modern társadalmi tömeg. Szóval ez a törésvonal erős, ez a szembenállás, ez jellemzi a török mindennapokat? Ez egy hagyományosan és több évtizedek óta létező történet. Mondhatnánk azt, hogy Mustafa Kemal Atatürk óta látványos ez a törésvonal, ugye egy ilyen szekuláris török, nyugatosabb Törökországot szeretett volna építeni, de azért azt is látni kell, és gyakorlatilag ez Erdoğannak a felévelésének az oka, hogy a török társadalom jelentős része, vidéki tömegek döntő része vallásos és konzervatív maradt. És ezekre a konzervatív családi értékekre építve állította össze kampányát, ami az iszlámnak igenis fontos szerepet szán, és ugye ezzel szemben van egy nyugatosabb Európa, vagy a nyugati virágra nyitottabb, ehhez hasonló, vagy a nyugati sztendernekhez hasonló életet élni kívánó réteg, és az ő kettejük között ellentét ez rendszeresen előkerül, és ez gyakorlatilag egy pártokat elválasztó törésvonal. A jelenlegi választás, helyhatósági választás azért volt izgalmas, mert sok esetben viszont azt láthattuk, hogy fejkendős nénik mondják azt a választás után, hogy én a ellenzéki, tehát a szekuláris jelöltre adtam a voksomat, mert helyi szinten nyilván ezek a törésvonalak másképp jelennek meg, és hogyha meg vannak elégedve az emberek a szekuláris polgármester, akkor hajlandóak átrakni a voksukat. És azt is fontos hangsúlyozni, hogy azért mondjuk Ekrem İmamoğlu az isztambuli főpolgármester, ő nagyon ügyesen képes volt megszólítani a társadalomnak az egész spektrumát. Tehát tett gesztusokat, fogalmazzunk úgy, hogy a vallásos konzervatívabb rétegek felé, és tett egyébként a kurd választók felé is gesztusokat, például kurdul is beszélt, aminek köszönhetően több mint a szavazatok 50%-át meg tudta szerezni, annak ellenére, hogy egyébként volt külön kurd jelölt is a helyhatósági választáson Isztambulban. Fél percünk maradt, volt egy projekt, hogy Törökország egyszer majd csatlakozna az Európai Unióhoz, aztán ez megakadt, most mintha távolodna, van realitás, hogy bármikor évtizedes távlatban mégis ez összejön? Hát a jelenlegi viszonyok tekintetében ez eléggé a jövő kérdése. Törökország hivatalosan nem mondott le az Európai Uniós teljes tagságról, és igyekeznek is bizonyos erőfeszítéseket tenni, de a jelenlegi politikai realitásoknak köszönhetően ez a közeljövőben biztos nem fog megvalósulni. Egeresi Zoltán, köszönöm szépen! Köszönöm én is!